A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták itt az elmúlt napokban, és az egész ünnepi időszakban jelentkezünk évértékelő ünnepi beszélgetésekkel innen a Fehérvár Televízió stúdiójából. Köszöntöm sok szeretettel mai vendégünket, Simon László főispán urat. Köszönöm, hogy már elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen az invitációt, köszöntöm a kedves nézőket. A 2022-es esztendőről mindenképpen elmondhatjuk, hogy egy nagyon mozgalmas, kihívásokkal teli év volt. Ön milyennek értékeli 2022-t, főispán úr? Csatlakozom önhöz. Valóban egy mozgalmas és kihívásokkal teli év volt ez az esztendő. No, elmondhatjuk azt megelőző 2021-es 20-as évről is, azt gondolom. Itt elsősorban a pandémiás helyzetnek a kezelésére gondolok, és a pandémia adta kihívásokra nyilván. Másrészt ugye a háború okozta körülmények, kihívások is ide sorolhatók, azt gondolom. Ezek ugye inkább a rendkívüli intézkedések, a rendkívüli feladatok nagy részét teszik ki. Igen, hát a kormányhivatal vonatkozásában a pandémia kezelésében kémelt feladatot kaptunk a kormányzattól, és a megyei oltásirányítás, a védekezési irányítás a kormányhivatal vezetésének a kezében volt. Nagyon jól együttműködtünk ebben, mondhatom azt rögtön az elején, a kórházokkal, házi orvosokkal, intézményvezetőkkel, de mint a megyei oltási munkacsoportnak a vezetője, nyilván kiemelt felelősségünk és feladatunk volt ebben az időszakban. Az ilyen kihívásokkal teli feladatkezelés nyilván azért tanulságokat is hoz, illetve jó tapasztalatokra, modellekre is szert lehetett tenni. Abszolút így van. Ez az időszak úgymond kikényszerítette, hogy a digitalizáció, az elektronikus ügyintézés irányába tegyünk lépéseket. No, az elmúlt esztendőkben is tettünk nem egy ilyen lépést, de rá kellett jöjjünk az állampolgárokkal, hozzánk forduló emberekkel való kapcsolattartás ügyében, hogy valóban nem muszáj mindig bemenni a kormányablakba, lehet otthonról még szélesebb körben intézni az ügyeket, és ez az időszak kicsit lendületet adott ennek, hiszen amikor a hivatalink zárva voltak, akkor sem állt meg az ügyintézés, otthonról digitálisan, vagy netán az ajtóból egy borítékba berakva a kérelmet, de azt követően digitális ügyintézéssel tettük a dolgunkat, és azt hiszem, hogy sokat tanultunk benne. Azt gondoljuk, hogy sok ilyen tapasztalatot felhasználva megőrizzük azokat az eredményeket, és az eljárásokat sok esetben már az új időszakban is digitálisan lehet intézni, indítani. Ezek voltak ugye, amikről eddig beszéltünk, a rendkívüli intézkedések leginkább azok körébe tartoztak, de nyilván a kormányhivatal rendes mindennapjaiban is számos ügymenet, számos feladat, illetve hatáskör tartozik önökhöz, de pontosan mik is ezek, főispán úr? Igen, úgy szoktuk meghatározni, hogy mivel is foglalkozunk, hogy minden olyan közigazgatási ügy, amelyet a jogszabály nem rendel máshova, esetleg rendészeti terület, rendőrség, tűzoltóság, katasztrófa védelmi terület, vagy idegenrendészeti terület, tehát kincstár hatáskörei, az mind a kormányhivatalnál van. Ez több mint 2500 ügykör, az agrárigazgatástól elkezdve, példálozva nyilván nem fogom mind a 2500-at felsorolni, de a társadalombiztosítás, a nyugdíjügy, a kormányablakainkban intézhető összes okmányokkal kapcsolatos hatás és feladatkör, az állam nevében a kiemelt beruházásoknak a felügyelete, főispáni hatáskör, és még rengeteg vízügyi, környezetvédelmi terület, amely hozzánk tartozik, talán ezek voltak a legfőbbek. Ebben a 2500-at meghaladó hatáskörben az a dolgunk és feladatunk, hogy minél gyorsabban, flottabbul
minél kevesebb papír vagy ügyintézői perc, óra eltöltésével, kitöltésével gyorsan segítsünk az embereknek. Nagyon sokat tett az állam, azt gondolom 2011-12 óta azért, hogy gyorsítsa ezt az ügyintézést. Mindig lehet javítani és egyszerűsíteni. Én magam is az elmúlt években 2 alkalommal vettem részt egy olyan központi miniszterelős munkacsoportnak a munkájában, ahol azt kutattuk, jogszabályok garmadáját átvizsgálva, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni, netán eltörölni egyes kötelezettségeket. Rengeteg díjat csökkentettünk, vagy megszüntettünk. Utoljára több mint 100 törvény módosítására került sor. Ezért dolgozunk, és azt hiszem, hogy ez a jövő útja. Beszéltünk az imént a digitalizációról. Azt gondolom, hogy a kormányablakokban, de az egyéb területeken is hatalmasat léptünk előre. A Fejér-megyei Kormányhivatal egy konzorcium vezetőjeként egy közigazgatási fejlesztési programot vitt véghez az elmúlt években. Mintegy 7 milliárd forintért vettünk számítógépeket az összes kormányhivatalnak, a 20 kormányhivatalnak, mintegy 11 ezer számítógép is korszerű eszköz került, hiszen hardware oldalról is ugye ezt a korszerűsítést meg kellett támogatni, illetve olyan programokat fejlesztettünk közösen, amelyek egységes gazdálkodási rendszer kifejlesztését eredményezték, mind a 20 kormányhivatal vonatkozásában. Tehát egy gombnyomásra bizonyos adatok és műveletek most már elvégezhetők. Megszűnt az Excel tábla is 20 kormányhivatalnál vezetett kockás füzet és papír alapú egyéni megoldásoknak a tömkelege. Ez egy hatalmas előrelépés, én azt gondolom, és büszke vagyok rá, hogy ezt a kormányhivatalunk vezetésével, konzorcium irányítása mellett a miniszterelnökség, a digitális kormányzati ügynökség és más partnerek bevonásával sikerült véghez vinnünk. A projekt augusztus 31-ével zárt, utómunkálatok vannak, hiszen a bevezetés rengeteg bonyolult szakmai kihívás elé állított bennünket, tapasztaltuk az utolsó hónapokban, hogy azért hogy mindig kell valamit igazítani, de erre a programra nagyon büszke vagyok, és munkatársaimra, és munkatársainkra a kormányhivatali szférában, akik ebben közreműködtek, hatalmas munka volt, mindegy 7 milliárd forint fordított erre a magyar állam. Igen, hiszen minden ilyen program, projekt mögött ott van a háttérben az ember, a szakembergárda, és ebben is azért az elmúlt években komoly előrelépések történtek a szakemberek képzése vonatkozásában, úgy tapasztalhatjuk talán. Ez így van. Valóban a magyar kormányhivatalnok holtig tanul, még dolgozik legalábbis, folyamatosan képezni kell magunkat. Külön programok és projekteket indított erre a miniszterelnökség az elmúlt években. Egyrészt a digitális átállás kihívásai, másrészt az állandóan változó jogszabályi környezet, hiszen alakul, korszerűsödik, javul, mindig igazodva az élet a mindennapok kihívásaihoz. Rendszeres képzési programink vannak, belső képzéseket végzünk. Egyrészt a kormányhivatal maga, de nagyobb részt központ irányítás mellett a miniszterelnökség, illetve korábban a Veszprém megyei kormányhivatal vezetésével különböző képzési programok. A programok minden területet, a nyugdíjtől a kormányablak ügyintézésen keresztül, a földhivatali területen dolgozó munkatársaink folyamatos képzése, és az összes területet ide lehetne hozni és felsorolni, valósult meg, illetve az már az új belépőknél egy alapképzésben részesülnek a újonnan érkező kolléganők és kollégák, hogy egyáltalán tudják, lássák, hogy milyen informatikai, szakmai, jogszabályi háttérrel kell megkezdeni a munkájukat. Ez egy komplex, összetett terület, mondhatjuk, ugye? Nagyon-nagyon összetett terület, azt gondolom. Több tucat fajta képzés van, hiszen szerte szétágazó a munkák. Hát ahogy az ügymenetek is. Így van, vannak mindenkire alkalmazandó képzési feladatok, és van a speciálisan, hiszen többféle informatikai rendszerrel dolgozunk. A földhivataloknak az országban külön informatikai rendszerük van, hiszen speciális az ottani munkavégzést támogató programokra van szükség. Ugyanígy a családtámogatási, a nyugdíjterület, az agrárigazgatási terület, de speciális a népegészségügyi tisztorvosi szolgálatok informatikai feltételrendszere nyilván a szakmai kihívásokhoz igazodottan.
Ugye az elmúlt években, 9 éve van a kormányhivatalok rendszere, hogyha jól emlékszem pontosan. Az egyik célkitűzés volt a közigazgatás reformja. Hogy látja, mennyi mindent változott a kezdetek óta ezekben az elmúlt években? Én 2012 óta látom ezt a folyamatot, akkor kerültem a kormányhivatalhoz. És azt gondolom, hogy feje tetejére állt a világ, képetesen szólva. A korábbi széttagolt közigazgatási rendszer minden hivatal külön-külön kis várként volt és létezett a megyékben, külön földhivatal, külön nyugdíjigazgatóság, külön környezetvédelmi hatóság, és lehetne mintegy másfél tucatnyi legalább ilyen hivatalt felsorolni. Ugye az egy szervezet alá került. Ez a kormányhivatalnak a szervezete. És 2013-tól igazán ezt figyelve és nyomon követve egyre jobban a belső integráció és a külső integráció, ami azt jelenti, hogy mindig jött egy terület, mondjuk a környezetvédelem csatlakozott ehhez a nagy halmazhoz, és ugye jöttek más területek, kapott a kormányhivatali szféra egyéb feladatokat is. Úgyhogy ez a koncepció azt gondolom, hogy jól működik. Egységes irányítás alatt van. A kormányhivatal vezetéséhez, a főispánhoz lehet fordulni több mint 2500 fajta ügyben. Nevemben is megbízásomból mennek ki a határozatok és a döntések. Rendkívül nagy lépést tettünk az irányban, hogy a korábbi 60-90 napos határidők lerövidültek. A ügyeink elintézése nagyrészt 8 nap áll rendelkezésre. Nyilván gyorsan és a egyszerűbb ügykategóriákról van szó, de ott is, ahol 90 nap volt 60 és 45 napra, ahol bonyolult több eljárás, több hatóságot, vagy egy tucat hatóságot kell bevonnunk, mondjuk egy bonyolult építési, beruházási feladatnak az engedélyezésében. Ilyenkor a környezetvédelem, a népegészségügy is lehet sorolni, külső szerveket is, központi közigazgatási szerveket is be kell vonni. Nem fél évig vagy egy évig gondolkodunk, hanem minél előbb kell, az az elvárás velünk szembe, lefolytassuk. Egy a fontos, ne menjen a szakmai munka rovására, tehát erre azért figyelünk. Tehát rengeteget változott, és teljesen más a területi közigazgatás koncepciója, mint mondjuk 2010 előtt volt. Mik a főbb különbségek, hogy látja, már hogy a területi közigazgatás koncepciójában a kezdetek és a mostani helyzetben? Ugye beszéltem előbb az állam szervezési filozófiájáról, hogy nem széttagolt apró szervekben dolgozunk, hanem egy egységbe foglalva. Ez azt jelenti, hogy mindegy 1400 ember, 44 telephelyen vagyunk. 8 járásban dolgyárási hivatallal dolgozunk, ez fedi el a megyét, és mintegy 13 kormányablak. Ez teljesen új. Tehát teljesen új felállás. Mit szolgál ez a gondolkodásmód? Azt szolgálja, hogy gyorsan, hatékonyan, mindenütt viszonylag közel megtaláljam. A digitális átállásról és a digitális környezetről az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött, arról ugye beszéltünk, és ezt fejlesztjük továbbra is. Most például az igazgatási szünetben azért a digitálisan elérhetők vagyunk, és benyújthatók a kérelmek és a beadványok természetesen. Minden szakterületen lehet azt mondani. Tehát teljesen más a feltételrendszer, a határidők, az ügyintézési feladatokra szánt idő rendesen lerövidült. Ez mind-mind az állampolgárok kiszolgálását, az egyszerűsítést, a jogszabályokról, a deregulációról előbb beszéltem. Ez mind-mind azt jelenti, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjuk intézni az emberek mindennapi az állammal kapcsolatos ügyeit. Meg talán rugalmasabb is lett ez az egész ügyintézési forma, akár a kormányablakoknak a felkereshetősége, száma, nyitvatartási ideje vonatkozásában is. Természetesen. Nem csak az hagyományos kormányablak, vagy okmányirelé nevezzük úgy régi terminológiával érve, ügyek vannak, ott jogosítványt tudok csináltatni, személyigazolványt tudok, vállalkozási, ugye vállalkozóvállást és elősegítő folyamatokat tudunk menedzselni, hanem be lehet adni mondjuk a fehérvári kormányablakban, a Koch Lászlóban utcában egy példával érve egy szolnoki illetékiségű állampolgárnak is a kérelmet,
és az ügyintézés megindul. Vagy ha én Debrecenben járok, és ott kívánok, tehát azt mondjuk erre országos hatáskörben járnak el a kormányablakaink. Illetve nem csak a hagyományos okmányon elég kormányablak hatáskörökben, hanem mondjuk családtámogatási, gázártámogatási kérelmeket is be lehet adni, hogy egy-két példát hozzak ide. A kormányablakainkban az elérhetőségünk az teljesen más, mint mondjuk 2010-ben az állam elérhetősége. Ha én Sárbogárdon járok, fehérvári lakosként, ott is tudok ügyintézni ugyanúgy, mint a fehérvári kormányablakban tenném ezt. Mit hozhat a jövő? Mit hozhat 2023? Én bízom abban, hogy új lendületet tudunk adni, hiszen még van mit tenni mindig az egyszerűsítés területén. Kormányzati döntés született arról, hogy ez a bizonyos egyszerűsítés, jogszabály kigyomlálás, bürokrácia csökkentés tovább folytatódjon, ezt nagyon fontosnak tartom. Mindig lehet még tenni. Látjuk mi is, hogy vannak új feladataink, de azt a nyomtatványt esetleg lehetne még egyszerűbben, még logikusabban összeállítani. Erre teszünk javaslatot, mert ugye központi közigazgatási szervek kidolgozzák, mi véleményezzük, de az élet mindig hoz egyszerűsítési javaslatokat, akár az emberektől, az állampolgároktól, vagy a munkatársaink, a dolgozóink, az ügyintézőink. Rendszeresen leülünk és értékeljük azt, hogy mit lehetne jobban, és akkor azt mi dokumentáljuk, írjuk, javaslatokat teszünk. Tehát egyszerűsítés, informatika területén digitalizáció, minden. Én akkor örülnék legjobban, hogyha a kormányablakban, vagy a egyéb ügyfélszolgálatunkon legyen az földhivatal, vagy a családtámogatás, vagy a nyugdíjtöret, be sem kellene jönni az emberek nagy részének. Nyilván mondjuk az idős generáció nem annyira fogékony, hogy otthonról, ügyfélkapunk keresztül mindent, amit most rendelkezésre intézzen, ott meg kell tartani, segítenünk kell, kezét kell fogni annak az ügyfélnek is, aki nem profi az informatika területén, de még lehet szélesíteni azon ügyköröket, amit otthonról intézhetünk el, és igen, mint egy bankkártyát megkapjuk otthon a posta szekrényünkbe, kapjuk meg az okmányokat és engedélyeket mindent, minél szélesebb körben, az otthoni lakcímünkre, vagy a megjelölt címre. Ebben kell még fejlődnünk. Vagy akár az edukáció is része lehet, említette azt, hogy az idősebb korosztály, akár számukra is lehet egy edukációs folyamatot indítani. Abszolút. És erre vannak is törekvések, azt gondolom. Nagyon jó képzett kollégáink és kiváló szakembereink vannak, akik erre egy munkatervet készítenek egy másik kormányhivatalban. Ehhez mi csatlakozni fogunk, és egy országos program fog ebben indulni, én abban hiszek. Milyen visszajelzések vannak a kormányhivatal irányába? Az állampolgárok, az ügyfelek részéről biztos, hogy érkeznek visszajelzések, gondolom. Jönnek visszajelzések. Hál' Istennek, és ezeknek én örülök. Elsősorban azért, mert tanulunk belőlük. A visszajelzések 90%-a pozitív, azt gondolom. Ma is reggel olvastam egy köszönő levelet, és nagyon boldog voltam, ahol külön köszön egy vállalkozás, egy gazdálkodó, hogy flottul a kollégáim egy tömeges kihívást jelentő okmányi feladatban segítettek. Ugye amikor rendkívüli terhelés van, a létszámot és a kapacitást nem lehet arra optimalizálni, hogy a héten bejön mondjuk 200 kérelem mondjuk egy gépjárműintézésben, és egy nap bejön egy óra 150 rögtön, mert egy olyan gazdasági folyamat van, amikor kell, akkor át kell csoportosítani, túl órában kell dolgozni, esetleg munkidő után benn maradni hétvégén, és ebben nagyon rugalmasak is, ezt köszönték meg most egy ma reggeli levélben. Pozitív jelzéseket kapunk, még ezt gondolom, és az, ugye a kollégáink, a kormánytisztviselők, a munkatársnők, a hölgyek, ők a mi arcaink. A főispán mosolyoghat szépen, meg segíthet, hogyha fölhívják, és fogadhatja, és intézheti, az ezügy. Napi 1000 számra intézünk. És nagyon fontos, hogy ők, a mi arcaink, mosolyogva, türelemmel, és nagy-nagy empátiával intézzék az ügyeket. Nekem ez visszacsatolódik, és ez nagyon fontos, és nagyon-nagyon örülünk neki. Persze kapunk kritikát is, jogosat, sokszor jogtalant, ezt is empátiával, türelemmel, ezt kérem munkatársaimtól, kolléganőktől,
nagy-nagy megértéssel kell, hogy intézzük. Ugye szokás azt mondani, az ügyfélnek mindig igaza van, és mi ezt a filozófiát követjük, és aztán, hogy ez beigazolódik. A türelem, a nyugalom, a mosoly, az ugye 90%-ában oldja a feszültséget. Feszültek az emberek. Akár feszült lehet a kormánytisztviselő is, hiszen amikor 4-ig tart a nyitvatartás időnk a Kok László utcai kormányablakban, és még este 6-kor is kígyóznak a sorok, azok az édesanyák, azok a kolléganők is mennének haza a családjukhoz. Még elmenne bevásárolni, és már otthon lenne, de ők benn maradnak, és rugalmasan próbálják intézni a este 6-kor vagy 7 órakor is az ügyeket, és próbálunk úgy, hogy nem foglaltak az emberek, van rá lehetőség, nyilván talán mindenki tudja digitálisan időpontot foglalni, akkor is megteszünk mindent. Nehéz kiszámolni, mert Várpalotától Budapestig szívesen jönnek az ügyfelek a Fejér megyei kormányablakokba. Ezek a kihívások. Harmadik ciklusát kezdte meg vezetőként. Egy ilyen bizalmat hogyan értékel egy vezető? Én azt gondolom, hogy azt szoktam mondani, hogy én Fejér megye első számú közszolgája vagyok, és ezt a filozófiát azt gondolom a kinevezésre jogosult akceptálta is, és talán a megyében nem elsősorban Simon László, hanem az 1400 ember összességében letett valamit az elmúlt esztendőkben az asztalra. Alázattal, tisztességgel, böcsülettel kell, hogy szolgáljunk. Nekem ez a filozófiám, úgy látszik, hogy ez működik. Egy nagyon-nagyon tartalmas időszakon vagyunk túl, és adventkor azért egy kicsit elcsendesedhetünk. Simon László, amikor nem főispán, hanem magánember, akkor hogyan készül a karácsonyra, milyen hagyományok vannak az ön családjában? A mi családunk egy összetartó család. A gyermekeink 3 gyönyörű szép nagyfiam van. A fiúk nagyon összetartóak, és érzelmileg is ragaszkodunk egymáshoz. Advent időszakában ez fokozottan igaz. Mindenki fut, szalad sajnos, és megállni, elcsendesedni csak egy picit van lehetőség. Ez az évvége elég pörgős a mi családunkban is. A feleségem is pedagógus, és a suliba is vannak dolgok. Ott is vannak rendezvények, menedzselni kell, a gyermekekkel törődni kell. Tehát a hétvége adatik meg általában, vasárnap leülünk, együtt vagyunk, a család beszélget, egy jó ebéd mellett sztorizgatunk, és ha kell, segítünk egymásnak, ha kell, akkor törődünk egymással. Azt, hogy tudunk kommunikálni, beszélni, sajnos azt kell mondjam, azt gondolom nagy érték, mert elmegyünk egymás mellett, otthon még olvasom én is a beszédemet, esténként még készülök a következő napi értekezletre, vagy éppen egy rendkívüli feladatot kell kezelni, és akkor elvonulva telefonálok. Ezt félre kell tenni ebben az időszakban, amennyire lehet, és kicsit a családnak együtt kell lenni, és együtt kell dobogni a szíveknek. Körülbelül így gondolom. A karácsony az meg ugyancsak a közös családi együttlétről szól. Testvéremnél egy fiú testvérem van, jövünk össze egyik évben, másik évben a mi háztartásunkban vagyunk együtt, 8-9 fiúk, lányok, testvérek, gyermekeim, és akkor egy közös nagy-nagy beszélgetés, ajándékozás. Ajándékról azt hiszük, hogy a csekélységek a fontosak, nagy ajándékokat nem szoktunk vásárolni egymásnak, inkább apró meglepetéseket. Az ajándékozás ténye és nem a mértéke, vagy az értéke a lényeg, hanem az együttlét. És sokszor azt mondjuk, hogy nem is az a lényeg valóban, hogy valamit adjunk egymásnak, hanem hogy együtt legyünk. Amikor beszélgettünk erről a találkozóról, akkor arra kértem önt, hogy hozzon magával egy dolgot, egy tárgyat, ami önnek fontos. Most szeretném megkérdezni, hogy mivel készült nekünk. Igen. Sokat gondolkodtam, amikor szót ejtettünk erről, és ugye 2 irányban vittek a gondolataim, hogy a családhoz kötődő tárgy legyen,
vagy a barátaimhoz kötődő tár legyen, mind a kettő irány nekem kedves, és valahogy a kettőt összekötő ötletem született, mert hogy szabad időmben, ami nem túl sok van, azért szoktam főzni, szeretem a jó magyaros étkeket, édesanyám, Isten nyugosztalja, megtanított azért valamilyen fokon a főzés művelésére, úgyhogy én hoztam egy séfkabátot, azt hiszem, itt meg is tudom mutatni a kedves nézőknek. Ez a ruhadarab azért kedves nekem, mert 2009-ben a másik munkahelyemen, az előző munkahelyemen kaptam a barátaimtól, munkatársaimtól, akik mai napig is nagyon, akikkel mai napig is nagyon jó kapcsolatot ápolok, mert hogy tudták és látták, hogy Simon László azért szabadidejében akár a családnak, akár a barátoknak szívesen főz. Engem kikapcsol, megmondom őszintén. A telefont akkor lehalkítom, félreteszem, és akkor a recepten gondolkodva, a összetevőket vizsgálva, azokat gondosan előkészítve készülök a családnak, mert mi más lenne? A család és a barátoknak a mosolya, elégedett halk környezet, amikor kóstolgatják az étket, az nekem a kikapcsolás, az öröm. Valóban, amikor a fiam azt mondja, apa, ez a vadpörkölt. Kisgyerek, aki általában nem szokott korábban vadpörkölt enni, ő megkóstolta, és azóta is imádja. Ehhez köt. És a család is tudott róla erről ajándékról, a feleségem is, a barátom is közös szerzeményként kaptam tőlük 2009-ben. Én köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezt a történetet, és azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében azt kívánom, hogy sok-sok örömben és főzésben eltöltött kellemes pillanata legyen 2023-ban is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lettem, és áldott boldog békés karácsonyt kívánok mindenkinek, kedves tévénézőknek is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésen kell természetesen jelentkezünk az elkövetkező napokban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.